A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban beszélgetünk az allergiáról, hogy milyen kezelési módszerei vannak, valamint részt veszünk egy jó hangulatú táncos rendezvényen is. Tartsanak velünk! Rossz hír az allergiásoknak, nyakunkon a szezon. A szakember szerint már most érdemes tenni az ellen, hogy megelőzzük a kellemetlen tüneteket. A témáról kolléganőm Kovács Szilvia beszélget a stúdiónkban Mosolygó Éva házi orvossal. Vendégem a stúdióban Mosolygó Éva házi orvos, akivel az allergiáról fogunk beszélni, hiszen ha hiszik, ha nem, itt van nyakunkon az allergia, és hogyha jól tudom, akkor most egy kicsit korábban is jött, úgyhogy most fontos, hogy beszéljünk erről. Igen, ez most szokatlanul korán, az mindig az időjárástól függ, hogy a levegőben lévő pollenek mikor indítják el az allergia szezont. Kicsit akkor szerintem menjünk az elejére. Mi is az az allergia? Mi ez a reakció, ami egy kicsit mást tüneteket okoz ilyenkor? Nem csak ilyenkor, hanem máskor is, de ezt is meg fogjuk beszélni. Igen. Az allergia egy téves immunválasz. Elég nehezen megfogható az immunrendszer az embereknek, és azt is tudom, hogy kevergetik azokat a fogalmakat, hogy allergia, meg hogy tolerancia, meg hogy anafilaxia, és ezekről azért jó, hogy beszélünk, mert az allergia az egy téves immunválasz. Olyan anyagok váltják ki, amik egyébként egy egészséges szervezetben semmilyen reakciót nem váltanak ki. Ilyenkor arról van szó, hogy valami a külvilágból beérkezik, és a szervezetből nem kellene, hogy választ kiváltson, mégis elindul egy olyan reakció, ami egy tévútra fut, és ez tüneteket okoz. Valójában ilyenkor megemelkedik az immunglobulin szint, a résztvevői ennek az allergiás reakciónak az immunglobulin, fehérvérsejtek, hízósejtek, eozinofil, bazofilsejtek, ezek mind fehérvérsejt formák, és amikor tesztelünk például, megnézzük, hogy vizsgáljuk az allergiás reakciót, akkor ennek az immunglobulinnak a szintjét, vagy ezeknek a sejteknek az aktivitását nézzük. És amikor kezeljük az allergiát, akkor ezeket csökkentjük, ezeknek a sejteknek az aktivitását csökkentjük. Például ezek között, a sejtek között a hízósejtek az egyik kiemelt szerepet játszuk, mert a, milyen aranyos neve van, hogy ilyen, mint hogyha ilyen kis hízó malackák áradnának benne a vérünkben, de ezek a, úgy hívjuk, hogy hízósejtek, ezekből szabadul fel egy hisztamin nevű anyag, és a, maga a hisztamin felel a tünetekért, a nyálkahártya duzzanatért, az értágulatért, a viszketésért, ami az szerint, hogy az allergén, azt hívjuk allergének, ami kiváltja az allergiás reakciót, hogy hol hatol be a szervezetünkben ételformában, vagy a levegőből pollenformában, vagy belénk szúrja egy méhecske mondjuk a toxinját. Szóval azt szerint, hogy hol kerül a szervezetbe, ott azon a helyen vált ki a hisztamin felszabadulása révén tüneteket. Mint hogyha régen nem ennyi allergiás lett volna, vagy nem tudom, hogy mondjuk a mi nagyszüleink vagy korábban, vagy akár korábban voltak-e ilyenek. Igen. Lehet, hogy volt, csak ugye nem tudtunk róla, vagy hogy volt ez? Igen, az ókori görögöknél is már észlelték, hogy tavasszal, hogy amikor felmelegszik az idő, akkor milyen sok embernek van ilyen tüsszögős tünete, és egyébként az ókori görögöktől nagyon sok neves és nagy jelentőséggel bíró felfedezést kaptunk, szóval ott igen fejlett volt az orvostudomány, de az allergiákról akkor azt gondolták, hogy az a hőmérsékletváltozással járó tünetek. Szóval tünetek voltak már akkor is, maga az allergiás jelenség kisebb számban sokkal, mint manapság, de azért jelen volt, csak nem tudtuk megmagyarázni. Még egy 150 évvel ezelőtt
kezdték el csak vizsgálgatni, és igazából a mikorunknak a tudománya, az immunológia, az allergológia, az egy nagyon friss tudomány, de most már tudjuk az egész történés sort, hogy egy allergiás reakcióként kor mi történik, mi miatt alakul ki, és az allergiás folyamat szerint több típusú, ötféle allergiás reakciót is ismerünk, de ezek mind téves immunválaszt jelentenek. Amikor azt halljuk, azt mondja az embernek az orvos, hogy ez egy tolerancia probléma, akkor az a különbség, hogy a tünetek ugyan hasonlóak nagyon az allergiához, de nem allergiás mechanizmus, nem egy téves immunválasz áll a háttérben, hanem egy más mechanizmus, például egy enzimhiány, mint a laktózintoleranciánál, hogy a bélben lévő enzimnek a hiánya. Vagy még amivel keverni szokták az emberek, az a autoimmunbetegségek. Az autoimmunbetegségeknél arról van szó, az is egy téves immunválasz, de ott a szervezet nem egy kívülről bejött allergénre reagál, hanem a szervezetnek valamely saját fehérjéje ellen kezd el harcolni. Azért autoimmun reakció, az is téves immunreakció, de a saját fehérje ellen. Szóval allergiáról akkor van szó, amikor egy valami külső dologra egy téves immunválasz indul el. És hát ugye nagyon sokfajta allergia van. Szerintem egy külön adás keretében majd azt gondolom, hogy érdemes lenne beszélni mindenféle más allergiáról, de mert ugye a gyógyszerallergiától elkezdve, igen, ugye az ételallergiákon keresztül a pollenallergiáig minden van, de most a pollennél vagyunk, úgyhogy egy kicsit beszéljünk erről, hogy ugye ahogy felvezettem a beszélgetésünket, ugye arról beszéltünk, hogy kicsit korai, és hogy ilyenkor fontos az, hogy tegyünk ellene. Ugye én magam is allergiás vagyok, és ez is érdekes, hogy 20 éves koromban lettem allergiás, és az évek múlásával egyre több mindenre. Ezt megfigyeltem, sajnos most már a jódallergia is, meg egy csomó gyógyszerérzéke, minden van benne, de hogy ilyenkor el kell kezdeni ugye a gyógyszert, és mondjuk, ha a saját példámból nézem, akkor én úgy szoktam, hogy mondjuk, hogy jó, van március közepén, elég lesz az, na de nem az, úgyhogy most már én a hatásodra, mert már beszéltünk korábban erről, igen, már szedem a gyógyszert. Nagyon okosan. Amiket elmondtál, abban van egy csomó okos törvényszerűség. Az egyik az, hogy nem fix ideje van annak, hogy mikor kell elkezdeni a gyógyszert, hanem időjárás függően jelennek meg a pollenek a levegőben is, ezért nagyon rugalmasan az allergiásoknak kiéleszetten kell figyelni, hogy mikor alakul úgy az időjárás, hogy nyílnak a virágok is, az, amire az adott ember érzékeny, azt mindig egy lépéssel vagy kettővel korábban meg kell előzni, mert sokkal hatékonyabbak a szerek, ha egy-két héttel a pollenek megjelenése előtt már elkezdik szedni az antihisztamint. Így most már érthető, hogy miért hatnak jól az antihisztaminok. A másik törvényszerűség, amit mondtál, hogy az is egy tapasztalt jelenség, ismeri az orvostudomány, hogy egy allergiás betegnek bővülnek az allergiák köre. Sajnos ezt észrevesszük, hogy akiben van egy ilyen hajlam, azt tapasztaljuk, hogy egy ideig csak egy dologra, és aztán még erre is, és még arra is, ez ismert jelenség. Uh-huh. Az igazi okot ugyan nem tudjuk, de arra hajlamosító tényezőket tudunk, hogy mi miatt van ez a jelenség. A harmadik törvényszerűség, amit így ennek kapcsán szeretnék, amiket elmondtál megjegyezni, hogy a legokosabb, maximálisan a legjobb dolog, amit tehetünk, az a megelőzés. Szóval, hogy ha olyan allergiánk van, amit meg lehet előzni, el lehet kerülni, akkor az nem elhanyagolható, hogy éljünk úgy, hogy kerüljük el. Ezt néhány allergénnel nem lehet megtenni, például a paratkát szinte lehetetlen, a polleneket nagyon nehéz. De ha egy olyan konkrét, egy macskaszőr, egy kutyaszőr allergiánk van, akkor bármilyen fájó, anélkül kell az életünket élni, hogy ezekkel érintkeznénk. Említetted az előbb a hajlamosító tényezőket. Mik ezek? Úgy tűnik, hogy ilyen exponenciálisan emelkedik az allergiások száma, és ezért nagyon sokan kutatják, vizsgálják, hogy miért jelennek meg tömegével új esetek. Azt találták, hogy ugyan az allergia nem örökölhető, de a hajlam az örökölhető, tehát vannak olyan családok, olyan vonalak, amiket észlelünk, hogy azon a vonalon, akinek a egyeneságú felmenői között volt allergiás, nagyobb eséllyel lesz az adott egyén is allergiás. Tehát valami belső hajlam mindenképpen kell, hogy legyen.
ami bebizonyosodott, hogy egyértelműen hajlamosít allergiára, hogy egyre szennyezettebb a levegő. Aztán az, hogy egyre stresszesebb az életünk, és ezért az immunrendszer, mivel az immunrendszer reagálja le a környezeti hatásokat, valahogy könnyebben fut tévútra. Téves immunválasz az allergia. Szóval ennek is van jelentősége. A helytelen, egészségtelen étkezés, ott is kimutatható, vizsgált eredmények bizonyítják. Mozgásszegény életmód az is egyértelműen oda vezet, hogy nagyobb eséllyel reagál a szervezetünk rosszul a külső környezetünk tényezőire, az allergénekre. És az utolsó kakukktojás ebben a felsorolásban az az, hogy azért is van sokkal több kimutatott, ismert allergiás betegünk, mert hogy jobbak, finomabbak a kimutatási módszereink. Ez nem igazi hajlamosító tényező, de hát így nyilván sokkal több nyilvántartott allergiás betegünk van. Most beszéltünk arról, vagy beszélünk arról, hogy most van a nyakunkon az allergiaszezon, de aztán, mert hogy vannak korai tavaszi allergiások, de vannak, akik mondjuk ez a késő nyár-őszi típusúak, és aztán van olyan, aki mindig allergiás, amikor ilyen dolgok jönnek, mint például most a virágzás, ugye füvek, fafélék, de ugye tavasz, illetve ősszel megjöhet a parlagfű is mellé. Igen, sőt, tipikusan jön is. Igen, igazából a tavasz és az őszi elkülönítés csak amiatt van, hogy akkor jellemző a megjelenése azoknak az allergéneknek, ezért azok a betegek tipikusan akkor élnek meg tüneteket. És sajnos a hozzám jövő embereken tapasztalom, hogy van olyan ember, aki egész évben antihisztamint kell, hogy szedjen, mert olyan allergénre érzékeny, ami egész évben kell, hogy kezelést igényel. Szóval egészen széles válfaja van az allergiás eltéréseknek. A poratkát például egész évben észleljük. Ott azért vannak olyan trükkök, amiket érdemes átbeszélni allergológussal, vagy a házi orvossal, hogy hogyan tudjuk a lakásunkat allergén szegényé tenni, hogyha valaki érzékeny a poratkára. És van egy csomó kis apró trükk, ami azért javítja az életminőségünket. Ezt akartam pont mondani, hogy azért a portól nem mindig tudunk maradéktalanul megszabadulni. Igen, de vannak jó levegőszűrők most már, hál' Istennek, ez az iparág. A tudomány mindig segít, és nagyon jó levegőszűrők vannak, amik a port kiveszik a levegőből, az nagyon sokat segít. Meg a porfogó, plüss állatok, plédek, textíliák eltávolítása. Hát kicsit puritánabb a poratka érzékeny embereknek a lakása, de azért az életminőségben ez megtérül. Az is nagyon fontos szerintem, hogy a gyógyszert, illetve az orsprét és szemcseppet, ugye ilyenkor szoktátok javasolni, hogy egyszerre kell használni, ha jól tudom. Igen. És hogy ki kell tapasztalni azt, hogy melyik a jó. Mert például a saját esetemből kiindulva, elkezdtem a leggyengébbel 20 évvel ezelőtt, nyilván változott folyamatosan a felhozatal a gyógyszerek terén, de egy idő után az szokott lenni, hogy nem jó, nem hat, és akkor kell egy másik. Igen, ezeket generációknak hívjuk, már a sokadik generáció van az antiallergénekben, és ezek egyre specifikusabb szerek. Azért is jó ez a műsor, mert van két fontos üzenetem, és az egyik fontos üzenet az éppen ez. Rajtunk maradt még régebbi korban, én akkor még kezdőorvos voltam csak, volt szokás az, nem túl helyes szakmailag, de kétségtelen, hogy volt ez a jelenség, hogy egyes orvosok adtak vénás steroidot, ha már mással nem boldogultak, vagy ad abszurdum, ilyen csoda doktorokat játszottak, és ez ágyúval veléplenülni. Vagy indítottak el új steroidos tabletta rendszeres szedését, hogy fantasztikus, egészen erős allergiás tüneteket is teljesen eltüntette. Lehet csoda doktorkodni, fantasztikus eredményt elérni, óriási árral. És találkoztam olyan esettel, hogy alig lehetett leszedni a steroidról, mert visszajöttek a tünetei, és óriási kárt csinál a rendszeres tablettás, indokolatlan rendszeres tablettás steroidszedés. Szóval azt az elvet, ami az orvostudományban nagyon sokszor kell, hogy alkalmazzuk, az a szükséges és elégséges specifikus szerekkel. Az antihisztamin azért egy ragyogó szer, mert a tünetekért felelős hisztamint blokkolja, és semmi bajt nem csinál. De a steroidoknak nagyon nagy ára van. Úgyhogy kérek szépen mindenkit, hogy aki ezen így
hogy is mondjam, hogy látványos nagy sikert akar, de túl nagy áron az hagyja magát terelni a szakmailag okosabb, specifikus kezelés irányába. Az is specifikus kezelés, hogy a szemtüneteket helyileg ható cseppel szüntessük meg, az orrtüneteket helyileg ható orrsprével szüntessük meg, és hogy az allergia legáltalánosabb kezelése az antihisztamin legyen, ne steroid. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy ebben a témában még van miről beszélgetnünk bőven, nem csak a tavaszi és őszi allergiáról, hanem egy csomó minden más van még, úgyhogy én még ebben a témában is szeretettel várlak vissza, és hát akkor a nézőknek pedig üzenjük, hogy tessék elkezdeni a gyógyszert, hogyha allergiások. Köszönöm szépen. Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub tagjai sajátíthatták el a tánc alapjait profi szakemberektől. A jó hangulatú zenés rendezvény a Táncterápia 65 Plus program keretében valósult meg. Nézzük azt, hogy üljük egyenesen. Kezdjük így. Oké? Kezdjük nagyon egyszerű gyakorlattal. Földről fogunk lefelé haladni. Jó, hogy legyen egy szisztémán. Ami még nagyon beszokott rozsdásodni, fejfájást okoz, meg szédülés, az a nyak. Az idősek életminőségének javítása, a lélek és a vérkeringés karbantartása. Egyebek mellett ezt a célt szolgálja az az új program sorozat, amelyet a Székesfehérvári Balett Színház indított el idén. Szakmai kérdések következnek, tehát mondjuk ki használjuk az angol, hogy én kifordítom kasalával állunk, akkor ne úgy menjen le pülyébe, hogy ezt a szalladot terhelye, hanem a három izületi pont, ugye csípő a térd és a boka izület, ez, akkor nincs semmi baj, akkor levetek lampébe az egy vonalba. Egerházi Attila, a színház igazgatója úgy fogalmazott, mindenki táncol, még ha nem is tud róla, és nem csak egy-egy ilyen alkalommal, hanem a mindennapokban is táncolunk. Az a nem jó, ha nem táncolunk, mert az élet az mozgás, és a tánc az az élet maga, szól az egyik szlogenünk, és ez nem egy üres szlogen, hanem ez valóban így van. Hát nézzük meg, minden, ami él a világban, az mozog, már csak a halott dolgok nem mozognak. Tehát is így lehet életbe tartani magunkat, és megőrizni az élet minőséget. Tehát azt gondolom, hogy mindenkorban, fiatalkorban azért fontos, mert még épül a szervezet, és a fejlődéshez nagyon kell az most ilyen sztereotípiák, de ezek igazak, hogy az egyenes tartás, a gerincoszlop, az izületek jól fejlődjenek. De, tehát nagyon fontos a mozgás fiatalkorban is, a vérkeringés rendben legyen, és ugyanígy időskorban is, és az egész életünk során. Egyébként mindenki táncol, csak nem mindenki tud róla, mert ki mondja meg azt, hogy hol kezdődik és hol végződik a tánc. Hát, az a táncművészet, amivel mi foglalkozunk, az nyilván az absztrahálja az életet, de hogyha megnézik azt, hogy sétál egy ember az utcán, vagy hogy áll meg, hogy tartja a kezét, vagy hogy gesztikulál, az is önmagába véve tánc. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, főleg a szépkorúaknak, az időskorúknak az életminőségük javítására, megőrzésére, a vérkeringés rendben tartására, és a lélek rendben tartására. Tehát az már eleve, hogy zenével találkozunk, és a zenét kifejezzük mozgásban, az önmagába véve lélekápoló, és hát fiziológiai hatása is van. A Táncterápia 65 Plus című programra ellátogatott Béres Lászlóné is, aki immár fél éve az Öreghegyi Nyugdíjas Klub tagja, és elárulta, mindig szem előtt tartotta saját egészségét. Éppen ezért vesz részt rendszeresen az Öreghegyi Közösségi Ház táncos rendezvényein is. Nagyon jó ide jönni, én fél éve kerültem a klubba, mivel idős nyugdíjas lettem, és nagyon-nagyon meglepett ez a torna. A férjem is el volt, eljött az előző alkalommal, most unokáznia kell. Nekem nagyon jó érzés, jó kikapcsolódni. Ez a torna, ez egy igazán nagyon jó dolog a számunkra. Szerintem minden hölgy megfiatalodik tőle. Úgyhogy én nagyon szeretem, nagyon helyesek az előadók, az igazgató úr, mindenki. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog nekünk, hogy mi ezt kapjuk. Az eseményen Östör Anna Mária önkormányzati képviselő örömét fejezte ki azért, hogy az öreghegyieknek is biztosítják a mozgás lehetőségét, amelyben képzett szakemberek segítik őket. Amikor a Balett Színháztól kaptuk a felajánlást, hogy szeretnének időseknek egészségmegőrző tornát tartani, akkor nekem rögtön az öreghegyiek jutottak eszembe, hiszen ők egy nagyon aktív és nagyon lelkes, mindenre nyitott klub,
és valóban látszik is, hogy milyen szép számmal jönnek, és az a jó, amikor az idősek mozognak, amikor nem a reumatológiai szakrendelésen ülnek, hanem próbálnak a megelőzéssel, a minél több mozgással tenni az egészségükért, és ha ebben ilyen kedves partnerek vannak a városban, akkor ezt nagyon köszönjük, és igyekszünk kihasználni. A résztvevők a jó hangulatú délutánon nem csak a különféle táncmozdulatokat sajátíthatták el, lehetőségük volt beszélgetni a szakemberekkel a táncról és a táncművészet alapjáról is. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.